Nagy küzdelem című könyv 21. fejezet. Az elutasított intés. William Millernek és társainak a második advent hirdetésével csak egy céljuk volt, felrázni az embereket, hogy készüljenek az ítéletre. Megpróbálták tudatosítani a vallásos emberekben, hogy mi az egyház igazi reménysége, és hogy bensőségesebb keresztény életet kell élniük. A megtéretlenekkel pedig meg akarták értetni, hogy sürgősen bűnbánatot kell tartaniuk. Nem valamilyen szektához vagy vallásos csoporthoz próbáltak embereket toborozni. Minden csoportban és szektában munkálkodtak, anélkül, hogy beleszóltak volna szervezeti vagy fegyelmi ügyeikbe. Egész munkálkodásom során fel sem merült bennem az a szándék vagy gondolat, hogy a meglevő felekezetekből valamilyen különálló csoportot szervezzek, mondta Miller, vagy hogy egyiknek a másik rovására kedvezzek. Mindenkinek segíteni akartam. Azt hittem, hogy minden keresztény örülni fog annak, hogy Krisztus eljön. Reméltem, hogy azok, akik másként vélekednek, nem fogják kevésbé szeretni e tanítás elfogadóit. Nem gondoltam, hogy valaha is szükség lesz külön összejövetelekre. Minden vágyam az volt, hogy lelkeket vezessek Istenhez, hogy figyelmeztessem a világot a közelgő ítéletre, és embertársaimat készülésre buzdítsam, hogy nyugodt szívvel találkozhassak Istenünkkel. Azoknak a nagy többsége, akik munkán eredményeként megtértek, beléptek a meglevő egyházak valamelyikébe. Mivel Miller munkája az egyházak megerősítését szolgálta, egy ideig szívesen fogadták, de amikor lelkészek és vallási vezetők állást foglaltak az advent hirdetése ellen, az efféle izgatást el akarták folytani, és nem csak a szószékről támadták, hanem meg is tiltották tagjaiknak, hogy a második adventről szóló prédikációkat hallgassák, sőt azt is, hogy reménységükről az egyház, ima és bizonyságtételi óráin beszéljenek. Ez próbára tette és megzavarta a hívőket. Szerették egyházukat, és nem akartak megválni tőle. De amikor látták, hogy egyházukban Isten szavának bizonyságtételét elfojtják, és megtagadják tőlük azt a jogot, hogy megvizsgálják a proféciákat, úgy érezték, hogy ha Istenhez hívek akarnak maradni, ezzel nem érthetnek egyet. Azok, akik ki akarják tiltani Isten szavának bizonyságtevését, nem tekinthetők Krisztus egyháza, az igazság oszlopa és erőssége tagjainak. Ezért úgy érezték, hogy joguk van megszakítani a kapcsolatot velük. 1844 nyarán mintegy 50 ezren léptek ki az egyházakból. Ez idő tájt feltűnő változás történt az Egyesült Államok egyházainak többségében. E közösségek évek hosszú sora óta egyre inkább alkalmazkodtak a világ gyakorlatához és szokásaihoz, és ugyanilyen arányban hanyatlott az igazi lelkiség is. De ebben az évben a hanyatlás jelei hirtelen és feltűnően megmutatkoztak szinte az ország minden egyházában. Úgy látszott, hogy senki sem tudja megmondani az okát, de magára, a tényre sokan felfigyeltek, és megjegyezték mind a sajtóban, mind a szószékről. A filadelfiai presbitáriánusok egyik gyűlésén Barnes úr egy közismert kommentár szerzője, és a város egyik vezető egyházának lelkipásztora kijelentette, hogy 20 évet töltött el lelkészi szolgálatban, de a legutóbbi alkalomig soha nem osztott úrvacsorát úgy, hogy több-kevesebb lelket felnevet volna a gyülekezetbe. De most nincs ébredés, nincs megtérés, és az sem igen látható, hogy a vallásoskodók növekednének a kegyelemben. Senki sem keresi fel, hogy lelke megmentéséről beszélgessen. Az üzleti élet fokozódásával, a kereskedelem és az ipar fényes kilátásaival,
a világosság is elmélyül, így van ez minden felekezetben. Ugyanebben az évben egy professzor ezt mondta, tanúi vagyunk annak, hogy országunkban a protestáns egyházak általában vagy közönyösek, vagy ellenségesek, korunk szinte minden erkölcsi reformjával szemben. Akadnak ugyan kivételek, de ez nem elég ahhoz, hogy e tényt általánosíthassuk. Egy másik hiteles tényünk is van, az egyházak megújódását keltő befolyás majdnem teljes hiánya. Szinte mindenütt eluralkodik a lelki testpetség, és félelmesen mélyrehat. Erről tanúskodik az egész ország vallásos sajtója. Igen sok egyháztag lesz a divat rajongója, és a hitetlenekkel együtt jár szórakozni, táncolni, ünnepelni. E fájdalmas témát azonban nem szükséges tovább részletezni. Elég annyi, hogy a bizonyítékok sűrűsödnek, és súlyosan reánk telepedve tanúsítják, hogy az egyházak általánosságban sajnálatosan hanyatlanak. Nagyon messzire eltértek Istentől, és az Úr visszavonult tőlük. Egy író így nyilatkozott, sohasem tapasztaltuk a vallás egyetemes hanyatlását ennyire, mint most. Az egyháznak igazán fel kellene ébredni, és meg kellene keresni e nyomorúság okát, mert mindazok, akik Siont szeretik, ezt az állapotot nyomorúságnak kell tartaniuk. Ha arra gondolunk, hogy milyen ritka eset az igazi megtérés, és hogy szinte példátlan a bűnösök arcátlansága és keménysége, önkéntelenül is felkiáltunk, Isten elfelejtett könyörületes lenni, vagy bezárult a kegyelem ajtaja? Ilyen állapot nincs ok nélkül az egyházban. A lelki sötétség, amely ráborul nemzetekre, egyházakra és egyénekre, nem az isteni segítség és kegyelem önkényes visszavonásának tulajdonítható, hanem annak, hogy az ember semmibe veszi, illetve elutasítja a mennyei világosságot. Megkapóan illusztrálja ezt az igazságot a Krisztus korabeli zsidó nép történelme. Az izraeliták a világnak hódoltak, Isten szavát elfelejtették, és értelmük elhomályosult, szívük földi, érzéki lett, ezért nem tudtak a messiás adventjéről. Büszkeségükben és hitetlenségükben elutasították a megváltót. Isten még ekkor sem zárta el őket attól, hogy a megváltás áldásait megismerjék és részesüljenek belőle. De akik elutasították az igazságot, nem vágyódtak már a menny ajándéka után. A sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé tették, míg nem a világosság, amely bennük volt, sötétségé lett, és milyen nagy volt ez a sötétség. Sátán taktikájába beleillik, hogy az emberek tartsák meg a vallás formaságait, de nélkülözzék az élő kegyességet. Az evangélium elutasítása után a zsidók továbbra is fanatikusan gyakorolták ősi szertartásaikat. Mereven megőrizték nemzeti elzárkózásukat, miközben el kellett ismerniük, hogy Isten már nincs jelen köztük. Dániel proféciája olyan világosan mutatott a messiás eljövetelének idejére, és olyan félreérthetetlenül megjövendőlte halálát, hogy a zsidók ellenezték e proféciák kutatását, és végül a rabbik átkot mondtak azokra, akik megpróbálták kiszámítani az időt. Az elvakult és megátalkodott Izraelt a következő századok során nem érdekelték a megváltást kínálta irgalmas ajándékok. Nem törődtek az evangélium áldásaival. Ez a tény komolyan és félelmesen int mindenkit arra, hogy milyen veszélyes dolog elutasítani a mennyből jövő világosságot. Ha megvan az ok, a következmények sem maradnak el. Aki szánt szándékkal elfojtja kötelességtudatát, mert beleütközik hajlamaiba, végül képtelen lesz különbséget tenni
az igazság és a tévedés között. Értelme elhomályosul, lelkiismerete eltompul, szíve megkeményedik, és lelke elszakad Istentől. Ahol a menny igazságáról szóló üzenetet durván elutasítják, vagy egyszerűen semmibe veszik, ott az egyházat sötétség fogja borítani, a hit és a szeretet meghidegül, elidegenedés és széthúzás lép a helyébe. Az egyháztagok e világi törekvésekre összpontosítják érdeklődésüket és energiájukat, a bűnösök pedig még megátalkodottabbak lesznek. A Jelenések könyve 14. fejezetében leírt első angyali üzenetnek, amely meghirdeti Isten ítéletének óráját, és felszólítja az embereket, hogy féljék és imádják őt, az volt a célja, hogy elkülönítse Isten hitvalló népét a világ rontó hatásától. Isten népének meg kellett látnia valódi állapotát, világiasságát és elesettségét. Ha az egyház tagjai megfogadták volna azt az intést, amit Isten ebben az üzenetben küldött, akkor elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek elszakították őket Istentől. Ha elfogadták volna a menny üzenetét, és szívüket az Úr előtt megalázva, őszintén igyekeztek volna megállni előtte, Isten lelke és ereje megnyilatkozott volna közöttük. Az egyház újra eljutott volna a hit és a szeretet egységére, az apostoli idők boldog állapotára, amikor a hívők szíve-lelke egyvala, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala, amikor az Úr minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Apostolok cselekedete 4:32 és 2:47. Ha azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az igéből rájuk sugárzó világosságot, akkor eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott, a lélek egységére, a békesség kötelékével, ahogy az apostol mondja, egy a test és egy a lélek, minthogy egy reménységre kaptatok elhívást, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Efézus 4:3-5. Akik elfogadták az advent üzenetet, tapasztalták ezt az áldást. Különböző egyházakból jöttek, és az egyház emelte korlátokat ledöntötték. Egymásba ütköző hitvallásuk atomjaira esett szét. A földi millenniumba vetett bibliátlan reménységet feladták, a második adventről alkotott hamis nézeteiket kiigazították. A gőg és a világhoz való ragaszkodás semmivé lett. A sérelmeket orvosolták. Szívük a legszebb közösségben egyesült, szeretet és öröm foglalta el a fő helyet. Ha ez a tanítás ezt érte el annak a kevés embernek az életében, aki elfogadta, ezt érné el mindenkinek az életében, ha mindenki elfogadná. De az egyházak többnyire elutasították az intést. A lelkészek, akiknek, mint Izrael háza őr szemeinek, elsőként kellett volna észrevenniük Jézus eljövetelének jeleit, nem ismerték fel az igazságot sem a proféták bizonyságtételéből, sem pedig az idők jeleiből. Mivel e világi remények és törekvések töltötték el szívüket, Isten iránti szeretetük és igéjébe vetett hitük meghidegült. Amikor pedig az advent tanítása felhangzott, csupán előítéletüket és kétkedésüket keltette fel. Azt a tényt, hogy az üzenetet jó részt egyszerű emberek prédikálták, érvként hozták fel ellene. Miként a régi időkben Isten szavának világos bizonyságtételét ezzel a kérdéssel fogadták. Vajon a főemberek vagy a farizeusok között hit-e valaki? És látva, milyen nehéz feladat megcáfolni a profétai időszakokból merített érveket, sokan ellenezték a proféciák tanulmányozását.
Azt tanították, hogy a profétikus könyvek bepecsételt könyvek, és nem kell őket megérteni. Tömegek bíztak vakon lelkipásztorukban, és nem hallgatták meg az intést. Mások pedig jól lehet meggyőződtek az igazságról, nem merték azt bevallani, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Az üzenet nyomán, amit Isten azért küldött, hogy a gyülekezetet megpróbálja és megtisztítsa, nagyon is világossá vált, milyen sokan ragaszkodnak inkább a világhoz, mint Krisztushoz. A kötelékek, amelyek a földhöz kötötték őket, erősebbek voltak, mint a menny vonzása. A világ bölcsességét akarták hallgatni, és elfordultak a szívet vizsgáló igazságtól. Az első angyal intésének elutasításával eldobták maguktól azt az eszközt, amelyet a menny azért nyújtott, hogy meggyógyuljanak. A szívélyes hírnöktől, aki helyreigazította volna azokat a tévedéseket, amelyek elválasztották őket Istentől, megvetéssel elfordultak, és még mohóbban keresték a világ barátságát. Ez volt az oka a félelmes állapotnak, a világiasságnak, a hitehagyásnak és a lelki halálnak, amely az egyházakat 1844-ben jellemezte. Az első angyalt egy második követi ezt hirdetve, leomlott, leomlott Babilon, a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Jelenések 14 rész 8 vers. A Babilon szó a Bábel szóból ered, és zűrzavart jelent. A Babilon a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli. A jelenések 17. fejezetében Babilont egy asszony ábrázolja. A Biblia ezzel a képpel az egyházat szimbolizálja, az erényes asszony a tiszta egyházat, a gonosz asszony pedig a hitehagyó egyházat jelképezi. A Biblia a Krisztus és egyháza közötti szent és állandó viszony jellegét a házasság kötelékéhez hasonlítja. Az Úr ünnepélyes szövetséggel kötötte népét önmagához. Azt ígérte, hogy Istenük lesz, ők pedig megfogadták, hogy Istenéi lesznek, és csakis az övé. Az Úr kijelenti, eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Hóseás 2 rész 18. Ezt is mondja, férjetekké lettem, Jeremiás 3 rész 14. Pál ugyanezt a képet alkalmazza az Új Testamentumban, eljegyezlek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Korintus 2. levél 11 rész 2. Az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik meg, hogy már nem bízik Istenében, és a megváltó iránti ragaszkodás helyét a világ szeretete tölti be, a Szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez hasonlítja. Az Úrtól eltávozó Izrael bűne és Isten csodálatos szeretete, amelyet népe semmibe vett, meghatóan tárul fel az igében. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Igen, igen, megszépültél, sőt, még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. De elbizakodottál szépséged miatt, és hírhet parázna lettél. Ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izrael háza, így szól az Úr. Te házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának. Ezékiel 16 rész 8, 13-tól 15-ig. Az Új Testamentum hasonló nyelvezettel szólítja meg az állítólagos keresztényeket, akik inkább a világ barátságát keresik, mint Isten pártfogását. Jakab apostol ezt mondja,
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki ezért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Jakab 4 rész 4 vers. A jelenések 17. fejezetében említett asszony, Babilon, bíborba és kárlátba öltözve jelenik meg, aki megékesítetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala tele útálatosságokkal, és az ő homlokára egy név vala írva titok, a nagy Babilon, a paráznák anyja. Így szól a próféta, látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyság tevőinek vérétől. Majd János azt mondja Babilonról, hogy az ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Jelenések 17 rész 4-től 6-ig és 18 vers. Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin. A bíbor és a vörös szín, az arany, a drágakövek és a gyöngyök elevenen ábrázolják a szent szék fényüzését és a királyokét is túlszárnyaló pompáját. Egy hatalomra se illik rá ennyire pontosan ez a kijelentés, hogy részeg vala a szentek vérétől, mint erre az egyházra, amely oly kegyetlenül üldözte Krisztus követőit. Babilon ellen még az a vád is felmerül, hogy törvénytelen viszonyt tart a föld királyaival. A zsidó egyház azért lett parázna, mert elfordult az Úrtól, és szövetségre lépett a pogányokkal. Rómát, amely világi hatalmak támogatását keresve, hasonlóképpen megromlott, az ige ugyanígy ítéli meg. Babilon tehát a paráznáknak anyja, lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán. A jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van. János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból, jelenések 18 rész. E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétség kívül a különböző protestáns egyházak. Keletkezésükkor ezek az egyházak becsülettel állást foglaltak Isten és az igazság mellett, és a menny áldása kísérte őket. Még a hitetlen világ is kénytelen volt elismerni azokat az áldott eredményeket, amelyek az evangélium elveinek elfogadását követték. Az Izraelhez intézett profétai kijelentés szerint szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam, így szól az én Uram, az Úr. De ugyanazok az igények buktatták el őket is, amelyek tönkretették és megrontották Izraelt. Ők is utánozni akarták a hitetlen szokásait, és keresték a barátságukat, elbizakodtál szépséged miatt, és hírhet parázna lettél. Ezékiel 16 rész, 4-5 vers. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azzal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival, az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon zűrzavar elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre.
mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak. A világgal kötött bűnös szövetségen kívül a Rómától külön vált egyházak másokat is rávesznek arra, hogy viselkedési módjukat átvegyék. Egy római katolikus mű azt bizonygatja, hogy ha a római egyház valaha is beleesett a szentek imádásának bűnébe, leánya az anglikán egyház, amely 11 templom közül 10-et Máriának szentelt, Krisztusnak pedig csak egyet, ugyanabban vétkes. Dr. Hopkins pedig ezt állítja, nincs okunk azt gondolni, hogy az antikrisztusi lelkület és gyakorlat arra az egyházra korlátozódik, amelyet most római egyháznak nevezünk. A protestáns egyházakban is sok az antikrisztusi, és ezek az egyházak távolról sem mentesek minden romlottságtól és gonoszságtól. Az anglikán egyházat, mintha meg átjárta volna a szentségek kultusza, de a nonkonformistákat is szinte ízekre bontja a filozófikus hitetlenség. Azok, akiket jobban véltek, sorban lépnek le a hit alapjairól. Úgy hiszem, Anglia szívét alaposan átitatta az a szégyenletes hitetlenség, amely nyugodtan felmerészkedik a szószékre, és kereszténynek nevezi magát. Honnan indult el a nagy hitehagyás? Hogyan kezdte az egyház elhagyni az evangéliumi egyszerűséget? A pogányság szokásaihoz való igazodásával, amellyel az volt a célja, hogy könnyebben el tudja fogadtatni a kereszténységet a pogányokkal. Pál apostol már a maga korában elmondhatta, működik már a törvényszegés titkos bűne. Tesszalonika beliekhez írt 2. levél, 2. rész, 7. vers. Míg az apostolok éltek, az egyház többé-kevésbé tiszta maradt. De a 2. század vége felé a gyülekezetek többsége új formát öltött. Kezdeti egyszerűségük eltűnt. Amikor az egykori tanítványok elhunytak, gyermekeik az új megtértekkel együtt észrevétlenül előtérbe léptek, és új formát adtak az ügynek. A keresztény hit magas mércéjét leszállították, hogy híveket szerezzenek. Ennek az lett a következménye, hogy az egyházba özönlő pogányok magukkal hozták szokásaikat, ritusaikat és bálványaikat. A keresztény vallást, amikor már a világ urai pártfogolták és támogatták, tömegek fogadták el névlegesen. De még sokan látszatra keresztények voltak, lényegében pogányok maradtak, különösen abban a titokban bálványaikat imádták. Vajon nem ez a folyamat ismétlődött meg szinte minden egyházban, amely magát protestánsnak nevezi? Amikor alapítóik az igazi reformációs lelkület hordozói eltávoznak az élők sorából, utódaik lépnek elő, és új formát adnak az ügynek. A reformátorok gyermekei egyrészt vakon ragaszkodnak atyáik hitvallásához, és nem hajlandók elfogadni olyan világosságot, ami atyáékét meghaladta, másrészt messze eltérnek atyáik alázatos, önzetlen és világot megtagadó példájától. Tehát a kezdeti egyszerűség eltűnik. Amikor a világiasság elárasztja az egyházat, ez magával hozza a világ szokásait, rítusait és bálványait. A világbarátságát, ami ellenségeskedés az Istennel, ó jaj, milyen félelmes mértékben ápolják Krisztus állítólagos követői, milyen messzire távoztak a keresztény világ nagy egyházai az alázatosság, önmegtagadás, egyszerűség és kegyesség bibliai mércéjétől. Wesley a pénz helyes felhasználásáról ezt mondta, ebből az értékes talentumból semmit se pazaroljatok el csupán a szem kívánságainak kielégítésére.
fölösleges vagy költséges öltözetre, vagy szükségtelen díszekre. Semmit se pazaroljatok házatok különleges felékesítésére, fölösleges vagy költséges bútorokra, drága képekre, festményekre, aranyozásra. Semmit se költsetek az élet kérkedésének kielégítésére, az emberek csodálatának vagy dicséretének elnyerésére. Amíg jólétben vagy, addig az emberek jót mondanak rólad. Amíg bíborba és patyolatba öltözöl, minden nap dúsan vigadozván, kétségkívül sokan megdicsérik ízléses eleganciádat, bőkezűségedet és vendégszereteted. De ne vedd meg ilyen drágán dicséretüket, inkább elégedj meg azzal a tisztességgel, ami Istentől származik. Ezt a tanítást azonban korunk számos egyházában figyelmen kívül hagyják. A vallásosság népszerű lett a világban. Hatalmasságok, politikusok, jogászok, orvosok, kereskedők lépnek be az egyházba, hogy kivívják a társadalom tiszteletét és bizalmát, hogy saját földi érdekeiket szolgálják. Így próbálják igazítani ügyeiket a kereszténység látszatával takarni. E megkeresztelt világias emberek vagyonától és befolyásától megerősödött vallási közösségek még nagyobb népszerűségre és pártfogásra tartanak igényt. Gazdagon díszített pompás templomok épülnek elegáns utcákban. A hívek költségesen és divatosan öltözködnek. Jól megfizetik a tehetséges lelkészt, hogy szórakoztassa és vonza az embereket. A lelkésznek prédikációjában nem szabad mindennapi bűnöket érintenie, hanem az előkelőség fülének kellemes és tetszetős dolgokat kell mondania. Így előkelő bűnösök szerepelnek az egyház név sorában, a kegyesség látszata pedig divatos bűnöket rejteget. Arra a kérdésre, hogy a látszat keresztények ma milyen magatartást tanúsítanak a világgal szemben, egy jelentős világi folyóirat ezt a magyarázatot adja. Az egyház észrevétlenül engedett korunk szellemének és Isten tiszteleti formáit a modern követelményekhez igazítja. Az egyház ma igazán minden eszközt felhasznál, ami vonzóvá teszi a vallást. A metodizmusról egy író így nyilatkozik. A vallásos és vallástalan emberek közti választóvonalra fokozatosan valamiféle homály borul, és mindkét részről lelkesen fáradoznak azon, hogy a cselekedeteik és a szórakozási módjuk közötti különbséget elmossák. A vallás népszerűsége nagymértékben megnöveli azoknak a számát, akik anélkül szeretnék előnyeit biztosítani maguknak, hogy pontosan eleget tennének követelményeinek. Nagy kihatása van annak, hogy Krisztus egyháza oly kevéssé hajtja végre urának elgondolásait. Miként a hajdani zsidók engedték, hogy a bálványimádó népekkel való meghitt kapcsolatuk ellopja szívüket Istentől, Jézus egyháza a hitetlen világgal való helytelen kapcsolatával ma épp így elhagyja igazi létének mennyei rendjét. Isten kinyilatkoztatásaitól idegen következtetésekre jutva, a kegyelemben való növekedést támadó érveket használva követi a krisztustalan társadalom jól lehet sokszor tetszetős, de veszedelmes szokásait. A világiasságnak és az élvezett hajhászásnak ebben az áradatában szinte teljesen elveszett a Krisztusért való önmegtagadás és önfeláldozás. Gyülekezeteink néhány tagját, férfiakat és nőket, akik ma aktívan részt vesznek a gyülekezeti életben, gyermekkorukban áldozathozatalra tanították, hogy képesek legyenek Krisztusért valamit adni vagy tenni. De ha ma anyagi segítségre van szükség, senkitől sem szabad kérni. Ó nem,
rendezzetek inkább látványos, műsoros estet, teadélutánt vagy egyebet, ahol enni lehet bármit, ami szórakoztatja az embereket. Úgy látszik, valamilyen törvényre van szükség azoknak az iskoláknak a felosztásához, amelyek hazárd játékosokat nevelnek. Ezek mindenütt ott vannak, néha még az egyházak is kétség kívül akaratlanul az ördögnek dolgoznak. Ajándékkoncertek, szerencsejátékok és tombolajátékok. Olykor vallási vagy jótékony céllal, de sokszor kevésbé dicséretes szándékkal, mint olcsó pénzszerzési lehetőségek. Semmi sincs olyan romboló és kábító hatással, különösen az ifjúságra, mint a munkanélkül szerzett pénz, illetve vagyon. Tiszteletre méltó emberek fognak ilyen szerencsejátékokba, és azzal a meggondolással könnyítenek a lelkiismeretükön, hogy a pénzt nemes célra fogják használni. Így aztán nem meglepő, hogy az ország fiataljai gyakran válnak olyan szokások rabjaivá, amelyek a hazárd játékok okozta izgalomnak szinte biztos következményei. A világhoz való igazodás szelleme átitatja az egyházakat az egész keresztény világban. Egy prédikáció, amely Londonban hangzott el, sötét képes fest az Angliában eluralkodó lelki hanyatlásról. A valódi igazak száma csökken a földön, és senki sem veszi észre. Korunkban a vallásos emberek minden egyházban szeretik a világot, és igazodnak a világhoz, nagy figyelmet szentelnek saját kényelmüknek, és tekintélyre törekszenek. Szenvedniük kellene Krisztussal, de még a szégyentől is visszariadnak. Hitehagyás, hitehagyás, hitehagyás. Ez van minden egyház homlokzatára vésve. És ha ezt tudnák, ha ezt éreznék, meg lenne a remény. De jaj, ezt kiáltják, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak. Róma visszatartotta a Bibliát az emberektől, és mindenkitől azt követelte, hogy helyébe fogadja el az ő tanításait. A reformáció feladata az volt, hogy visszaadja az embereknek Isten igéjét. De vajon korunk templomaiban nem arra tanítják-e az embereket, hogy hitüket inkább egyházuk hitvallásaira és tanításaira építsék, mint sem a Szentírásra? A hitvallások ellenmondott minden durva szóra épp oly érzékenyen reagálnak, mint szent atyáik tették volna az általuk istápolt szentek és mártírok iránti növeklő tisztelet durva kárhoztatására. Az evangéliumi protestáns közösségek annyira megkötötték egymás kezét és a sajátjukat, hogy egyiküknél sem lehet prédikátor az, aki a Biblián kívül még más könyvet is el nem fogad. Semmi képzelet szülte dolog nincs abban az állításban, hogy a hitvallás tekintélye kezdi a Bibliát kirekeszteni, épp úgy, ahogy Róma tette, habár nehezebben megfogható módon. Amikor lelkiismeretes tanítók magyarázzák Isten igéjét, megjelennek művelt, a Szentírást állítólag értő lelkészek, akik a józan tanítást eretnekségnek bélyegzik, és ezzel elűzik az igazság utáni érdeklődőket. Ha a világ nem volna kétségbejtően megrészegítve Babilon borával,
Isten szavának világos, metsző igazságai tömegeket győznének meg, de a vallási elvek olyan zavarosak és ellentmondónak tűnnek, hogy az emberek nem tudják, mit fogadjanak el igazságként. A világ megártalkodottsága az egyház ajtajáig jutott. A második angyal jelenése 14 fejezet üzenete először 1844 nyarán hangzott el, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott. Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban, ott talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még nem vált egészen valóra. Az egyházakban abban az időben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták be az advent üzenetben foglalt igazságot. De a bukás még nem volt teljes, mivel azonban továbbra is elvetették a különösképpen arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek, de még mindig nem mondható, hogy leomlott Babilon, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Babilon még nem itatott meg minden népet. Korunk próbatevő igazságaival szemben a világhoz igazodó, közömbös lelkület áll, és hódít a keresztény világ minden országának protestáns egyházaiban. Nekik is szól a második angyal komoly és súlyos ítélete. A hitehagyás munkája azonban még nem tetőzik. A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni, és Isten engedi, hogy azok, akik nem fogadták be az igazságnak a szeretetét az ő üdvösségükre, megkapják a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Tesszalonika beliekhez írt második levél, 2:9-11. Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a jelenések 14 rész 8. Teljes megvalósulása még a jövőben van. A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal és nagyobb világosság után vágynak. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közti különbség nő, amelynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenek felett szeretik, nem tudnak olyanokkal kapcsolatban maradni, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A jelenések 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés, lásd, jelenések 14 rész 6-tól 12 versek elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendőlt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népet, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap, és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban, Sátán súlyos csalása következtében
elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat-e hívásra, hussatok ki belőle én népem. Jelenések 18 rész 4 vers.